15 év, több mint 1800 előadás, közel 2 millió eladott jegy. A következő fél évben pedig 6 különböző salgótarjáni előadás, országosan is egyedülálló módon. Újra a megyeszékhelyre látogat az Experidence csapata, hogy látványos produkcióival elvarázsolja nógrádi közönségét. A mai találkozónknak két apropója van. Az egyik, hogy 15 éves az Experidence Production Látványszínház, a másik pedig, hogy ez a fantasztikus társulat egy 6 előadásból álló béles sorozat keretében be fog mutatkozni Salgótarjánban, és reményeink szerint nem csak a salgótarjáni, hanem a Nógrád megyei és a felvidéki közönségnek is. Tibor, szeretettel köszöntelek, engedjék meg, hogy tegeződjünk, mivel mi régóta ismerjük egymást. Ez így van. Az első kérdés bennem, amikor én megismerkedtem az Experidence társulattal és veled, az volt, hogy 15 évvel ezelőtt hogyan történt, hogy egy vállalkozó úgy gondolja, hogy átáll a művészet oldalára és létrehoz egy ilyen fantasztikus produkciót. Én is köszöntöm első körben a kedves érdeklődőket. A történetnek privát motiváció faktor van, ugye az én feleségem táncművész. És amikor az ember, hát most már immárom idén 25 éve él házasságban egy táncművészre, az átsugárzik óhatatlanul az életére, de 15 évvel ezelőtt még csak 10 éve éltem, tehát ez nem feltétlenül egyértelműen kizárólagos indoklás. Abban az időben én kerestem a helyemet, lapkiadással foglalkoztam, és borzasztóan unatkoztam. És ha én unatkozom, akkor gyerekkoromban rendetlenkedtem, ez az átmegy felnőtt korban egyfajta aktivitás, pozitív előjelő aktivitássá átváltozik, és a Michael Flatley 70.000-es Lord of the Dance népstadion showjának kinyomtatott sajtófő média támogatója voltam. És akkor lement az előadás, és 70.000 ember álló vastapsolt, akkor azt kérdeztem, hogy nekünk magyaroknak, akinek sokkal színesebb a tánckultúránk, miért nincs egy ilyen, vagy még ilyenebb? Ami nemzetközi porondon, elsősorban nyilván most egy Magyarországon, első körben Magyarországon tudja képviselni a magyar tánckulturális értékeket, és a hagyomány megőrzést kellő innovációval át tudja örökíteni, gombolni a következő generáció számára. Ebből lett az Experidence, ebből az ötletből. Az a sors, hogy a megélt élmény után két héttel bemutattak minket Tomán Sándorral egymásnak, aki most már, hogy átolzék keresztbe kasul, ismerem az egész táncszakmát, hagyd mondjam el, hogy vele tudtam volna megvalósítani kizárólag. Most is úgy gondolom, hogy az a hihetetlen program, ami már a 20 produkció formájába öltött testet, ezt az iszonyatosan kemény tempójú menetelést, ezt csak vele lehetett volna megvalósítani. Egész estés produkció, és lehet folytatni a számsort, hogy ez hány előadás, hány néző, hány ország. Ez egy nagyon hosszú távú produkció. Több mint 1800 előadáson vagyunk túl, több mint 12 országban láttak minket, aminek a száma folyamatosan szaporodik, hisz most megyünk Montenegróba decemberbe, februárra az Emirátusok, a Magyar Hetek keretében. Állandó az érdeklődés. A külügyminisztériummal van egy stratégiai együttműködés, mely mentén ma már a konzulátusok, nagykövetségek, mint egyik hungarikum, ha úgy tetszik, nemzeti érték, úgy magyar hungarikum, hogy a közönségünk szokott hívni minket ajánlanak és minket hívnak meg azokra az országimázs erősítő eseményekre, ahol a magyar produktumnak magas minőségen kell megjelennie. Ha a statisztikai adatok, az emberek általában szeretik, tehát a statisztikai adatokra vagyunk kíváncsiak, igen, 1800 előadás, igen, 15 év, több mint 2 millió néző. Most azokra a nézőkről beszélek, akik jegyet váltottak ránk. Tehát az, hogy az uniós csatlakozás 0 óra 0 perckor, a Hősök terén, a nagy színpadon, a himnusz előtt, után
70 ezer ember állt velünk szembe, és 18 tévécsatorna közvetített, ezt én nem számolom. Uh-huh. Most azokat számolom, akik odaadták a szabad estéjüket, mind ahogy itt is meg fog ez történni Salgótarjánban, és ezért még pénzt is kérünk. Ez nagy felelősség. Mert ma Magyarországon szabadidőből és pénzből nincs túl sok, ezért én úgy gondolom, hogy pláne egy független társulat nem engedheti meg magának, és nem is szabad, hogy öncivon művészkedjen. Olyan produkciókat kell létrehozni, ahogy Román Sándor művészeti arcpolitikai hitvallása, elkápráztatni és lenyűgözni, nem meghökkenteni és megdöbbenteni szeretnénk nézőinket, közönségünket. Hát ebben lesz része azoknak, akik béletet vagy jegyet vásárolnak a hat előadásra. Azt el kell mondanom, hogy nem véletlenek az időpontok. Az, hogy ebben az évben az első produkció november 16-án bemutatkozik, mindenféleképpen szerettünk volna abban az évben elindítani egy olyan béletsorozatot, amikor 15 éves az Expredence. Ez lesz az 1001 év, az első nagy egész estés produkciótok. Aztán januárban hozzuk a Szenvedélyen Velencét, abban az időpontban, amikor indul a velencei karnevál. Az Én Leonardót márciusban mutatjuk be, a Tarjáni tavasz nyitó rendezvénye lesz. Aztán április egy nagyon kedves hónap lesz a következő évben a József Attila Művelődési Központ számára, hiszen 50 éves lesz az intézmény. Az 1969 és 2009 közötti időszakot bemutató 69-09 nagyon jól illik majd ide. A Dixieland Fesztivál nyitó estje lesz majd a Frank Sinatra a hang, és hát zárul az egész produkció a Király nevében majd Szent Iváni jelő estéjén. Hogyan ajánlanád a nézők figyelmébe, akik nem ismerik az Expredence-t? Én most elmondtam, hogy milyen produkciók lesznek. Miért érdemes jegyet, béletet vásárolni? Nem könnyű. Mielőtt nagyon nehéz, tehát nehéz az embernek magáról véleményt mondani és megfogalmaznia, hisz általában ezt a nézőink teszik meg. Mindemellett, amit most elmondtál, ez pontosan azt mutatja, hogy az Expredence az olyan, mint egy gyümölcsös kosár. Lehet belőle almát, körtét, szilvát, mindenfajta finomságot csemegézni, csipegetni. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az ember az első sikerprodukciót elkészíti, és az 1001 év, ami már a túl van az 570. előadásán, lássuk be, amikor a Szolnoki Szigeti Színházból kikerült, 30 előadás után levették repertoárról, akkor merjük már a 15 évvel később kimondani, hogy volt némi nemű tartalék még a produkcióba, így az 570. előadáson túl. Amikor valami ennyire jól sikerül, és az Expedience nagyon-nagyon fellőtte az 1001 év, akkor onnantól kezdve mi már saját magunkkal futunk versenyt. És a művészeti apparátusnak, Román Sándor művészeti igazgatónak, vezetőnek, és a mögötte, mellette felsorakozó alkotóstábnak igen az a feladata, hogy mást, jobbat nehéz csinálni, de mást, más színvilágot, más ízvilágot a táncforma nyelvén. Az Expredence a tánccal innovál. Nem az autentikus folkról csapatokkal kívánunk versenyezni, megmérettetni, hanem élő táncszínházi élményre szeretnénk azokat a fiatalokat elvinni, akik egyébként inkább a multiplex mozik mellett maradnak és oda járnak. Szeretnénk képi világban, élő élményben egy jobbat, többet adni, mint a Vasember 13, meg a Harry Potter 42. Ez egy nagy kihívás. De mi azt gondoljuk, hogy mára bírunk azzal a tudással, bírunk azzal a technikai felszereltséggel, hogy amit itt Salgótarjánban ezen hat előadáson keresztül végig fognak nézni, látni és élvezni a nézők, az egy egészen egyedülálló repertoár. Az Én Leonardo példának okáért a Milánói Expón vendég szerepelt, és hihetetlen nagy közönség sikerrel vette az akadályokat. Mindegyik produkciónak megvan a maga története, amit én el tudnék mesélni, hogyha most volna rá kellő idő, de összefoglaló módon ne maradjanak otthon, jöjjenek, nézzenek el meg minket, és hát vigyék el jó hírünket, mert igazán a közönség érdeklődésén és szeretetén keresztül épül ez a csapat.
Szerintem, amit mi most itt Salgótarjánban közösen tervezünk az előttünk álló néhány hónapban, azért országosan is egyedülálló. Tehát nem nagyon jellemző, hogy az Experidence társulat egy helyen, egy évadban ekkora repertoárt bemutat. Jól tudom én ezt? Egyre jobb az Experidence iránt az érdeklődés, de nekünk azért van egy hihetetlen kényelmi pozíciónk, zónánk a Ram Colosseum főváros első élményszínháza, amit az Experidence menedzsmentje üzemeltet. Ez egy befogadó színház, és kétség kívül, hogy mint ahogy a Madách Színház is 100 napot bérel, és sokan lépnek fel a házunkba, de a műsorpolitikának a gerincét az Experidence repertoárja adja. Na most alapvetően ott van egy 2,5 milliós agglomeráció, 4 millió turista, aki leszáll és beérkezik, és mindenkivel kommunikálunk, és a Magyar Turizmus ZRT-vel aktív napi kapcsolatunk van. Ezeknek a figyelembevételével nagyon-nagyon megfontolja az ember, hogy milyen felkéréseknek, milyen együttműködési ajánlatoknak tesz eleget, merre tart. Én azt gondolom, hogy Salgótarján város és a Teszemelyedben egy olyan konstruktív együttműködő partnert ismertünk meg, hogy ezt a felkérést mi nagy szeretettel és nagy tisztelettel elfogadtuk. Arra is szeretünk odafigyelni, hogy ne oltsák ki egymást a lehetőségek. Ha itt vagyunk, akkor a régióban lehetőség szerint hasonló aktivitással ne legyünk. A tánc reneszánszát éli. Az Experidence a 15 éves jubileumnak köszönhetően és a jubileumi előadás blokkjánknak köszönhetően szintén reneszánszát éli, egyre nagyobb az érdeklődés a repertoár iránt. Létrehoztunk egy-két olyan produkciót, egy-két olyan kóprodukciót, mint ahogy a Frank Sinatra hang, a Jókai Színházzal egy kóprodukció, vagy a Fergeteges, amit most ebben a blogban itt nem mutatunk be, az, ott azért 70 ember van a színpadon, és most Berlinben, Hamburgban volt a berlini Broadway-n egy négy előadásos, a Hamburgban is egy négy előadásos sikersorozat, ahol a német közönség álló vastapssal ünnepelt és minősített minket, ami mentén ezek a produkciók is berántódnak a figyelem középpontjába. Amiket hozunk, ezek a Sinatra kivételével kimondottan Experidence produkciók, szoktam mondani az Experidence klasszikusok, és olyan produkciók, mely produkcióból ötöt nem látott még a salgótarjáni közönség. Évente nagyjából egy produkciót hozunk létre. Szoktam mondani egyébként mostanra az Experidence-nél csúnya szóval élve a termékfejlesztés időszaka évtizedre befejeződött. Ettől függetlenül zsizseg az alkotóstáb, tehát mindig kitalálnak valamit. A soron következő pontos lövésünk nyilvánvalóan Ram Colosseum budapesti premierrel bemutatóval, 22 Omega Darra, Trombitás Frédi, a musicalek alfája és omegája. Megkaptuk az Omega együttestől, Benkő Laciéktól, Trunkos Andráséktól az Omega ezen 22 dalának zenei átirat jogának használatát élőzenekarral, 7 musical énekessel, színésszel, az Experidence teljes tánckarával. Ez egy kimondottan sportcsarnok aréna méretekre méretezett nagy produkció, és hogy aztán utána merre, hogyan tovább. Szeretnénk egy tánciskolát, mert ma minden tánctársulatot, az összes művészeti közösséget az utánpótlás kérdésköre bolygatja, zaklatja, foglalkoztatja. Viszonyítási alapokat szeretnék mondani érdekességképpen. Annak idején Sándort 3000 emberből választottak ki 30-at. A feleségeméket, aki 2 év folyammal Sándor alatt végzett, őket 730 emberből, 56 emberből kell kiválasztani 30 embert. Nem tudom, tetszik érezni az arányokat. Az összes olyan szakma, ami hivatás alapon nyugszik, az most nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Nagyon nehéz motivációt találni, mert talán kijelenthetjük, hogy ma a lehetőségek és a menedzsment aktivitásának köszönhetően az Experidence táncművészei a legjobban fizetett táncművészek az országban, de ettől függetlenül, ha az egész szakmát tekintjük, meg kéne találni igen azokat a balanszpontokat, ami mentén ez a közösség, a táncszakma közössége erősödni tud. Értéket értékesíteni, ez egy nagyon fontos gondolat a mi működésünkben, hisz ez két embernek az összehangolt munkája, egy produkciót teremtő és egy produkciót forgalmazó értékesítő stábé. 110 ember az, aki, ha statisztikát még erősíteni akarjuk, aki ma az Experidence jelenséget szűk keresztmetszetben, mint főállású dolgozó generálja. Tágabb értelembe véve 300 fő az, aki az Experidence brandet építi.
Én azt gondolom, hogy talán neked is az volt szimpatikus, hogy mi soha nem előadást jöttünk ide eladni és értékesíteni, hanem brandet jöttünk kommunikálni, és mivel hogy ugyanezt a brandépítést követhettem én le az Ente Ferenc Színház kapcsán, és az egész intézmény átváltozásának, színházá változásának kapcsán, mi nekünk is nagyon szimpatikusak ezek a kezdeményezések, tehát itt most a képernyő előtt köszönöm szépen a felkérést. Meg nagyon örülünk, hogy itt lesztek, és hát arra biztatunk minden kedves televízió nézőt, hogy ezt a csodát, ezt a fantasztikus látványt, amit itt néhány mondatban megpróbáltunk önöknek elmondani, látni kell, és erre lehetőség van, nem is kell Budapestre utazni, hanem itt Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban meg lehet nézni, és hát számunkra meg az a nagy öröm, hogy az az Ente Ferenc Színház, amely néhány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt indult, van 4 bérletsorozattal, most 11 olyan bérletsorozatunk van, amely a prózai, a zenei klasszikusok mellett most már egy új bélesorozattal, egy tánc művészetet bemutató bélesorozattal is bír, és ezt pedig mi köszönjük nagyon az Experidence-nek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további sok sikert kívánunk az Experidence társulatnak, és sok-sok évet még, ha már most éppen szülinaposok voltatok ebben az évben, és hát bízunk benne, hogy az újabb és újabb produkciókkal a salgótarjáni közönségnek is tudunk majd kedveskedni. Leghamarabb november 16-án látható a nemzetközileg is elismert Hungarikumnak számító 15 éves társulat a József Attila Művelődési Központban.